útfelújítás Geszteréden. Hazai forrásból két szakasz is megújult, és egy járda is épült a községben. Tervek Kálósemjénben, bölcsőde átadás, óvodafelújítás, temetőfejlesztés is megvalósulhat idén. Környezetvédelem a fiatalok szemléletformálását szolgálja egy határon átnyúló program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A legfontosabb feladatunk az, hogy a magyar emberek biztonságát garantáljuk, mondta ma reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter annak kapcsán, hogy Oroszország hajnalban támadást indított Ukrajna ellen. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A helyzet óráról órára változik. Hírügynökségi jelentések szerint nagyon sokan indultak el Ukrajnából a magyar határátkelők felé. Az Ukrajna keleti vagy középső részén tartózkodó magyar állampolgároktól azt szeretném kérni, hogy vegyék fel a kapcsolatot a kijevi nagykövetséggel. A munkatársaim állnak a rendelkezésükre, a nagykövetség biztonságot nyújt természetesen. Kárpátalján egyelőre nyugalom van, folyamatos a kapcsolat az ottani magyarság vezetőivel, illetve a főkonzulátusainkkal, akik teszik a dolgukat és segítséget nyújtanak a magyar állampolgároknak. Amennyiben további lépésre van szükség, akkor azokat természetesen időben és gyorsan megtesszük. Két út megújult és egy új járda is épült Geszteréden. A fejlesztések a Magyar Falu programban, valamint belügyminisztériumi támogatásból valósultak meg, összesen több mint 50 millió forint értékben. Hamarosan a település fő utcáját is teljesen felújítják, a Bökönyi és Balkány közötti 49-01-es vonal kétharmada már új burkolatot kapott. Teljesen új az aszfalt, és parkolásra is bőven van lehetőség Geszteréden a Petőfi utcán. Ez a község második legforgalmasabb útja, a legfontosabb szolgáltatások ezen a vonalon közelíthetőek meg. A korábban töredezett, kátyúkkal teli burkolatot a Magyar Falu program által újították fel csak nem 900 méter hosszúságban. Egy másik újra aszfaltozott mellékutat is átadtak, itt járda építés is megvalósult. Ez az aranyszabja lakótelepnek az útja, ez egy nagyon rossz állapotban lévő út volt. Ez egy BMS pályázat, belügyminisztériumos pályázat, ez 20 millió forintos állami támogatás és 3,5 millió önerő részt kért. 250 méteren a 4 méteres út meg lett újítva, új aszfaltot kapott, két oldalt meg lett szélesítve patkával, kőpatkával, és egy új járdát, egy teljesen új járdát kapott bal oldalra 250 méter hosszban. Kiemelt feladata a kormánynak az úthálózat bővítése és felújítása. Erről már Sanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár beszélt. A politikus hangsúlyozta, a vidéki falvak és a nagyvárosok közötti átjárhatóság fejlesztésének érdekében 2016 és 2024 között 3200 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések. A programnak köszönhetően összesen mintegy 1000 kilométer új és fejlesztett útszakasz valósul meg 2016 és 2024 között. A célunk az, hogy minden megyei jogú várost négysávos úton lehessen elérni, az autópályák és az autóutak elvezessenek az országhatárokig, a kiemelt gazdasági térségek, technológiai és ipari központok elérhetősége az jelentősen javuljon, és ami különösen fontos, hogy bármely településről fél óra alatt elérhető legyen egy gyorsforgalmi út. A Petőfi utca és az Aranyszabja út felújítása már megtörtént, a Geszterédet átszelő 49-01-es főúton azonban még kerülgetni kell a kátyúkat. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, jól halad ennek a szakasznak az újraaszfaltozása, amire csaknem másfél milliárd forintot fordítanak. Ez ugye Bökönny és Balkány közötti területet jelent. Geszteréden teljesen megújul a főutca. Nem különben most a vízműnél járunk, ugye, a felújítással, és ilyen formán ez a probléma is meg fog oldódni. Tehát 5 szakaszban történik az út felújítása, ebből 3-mal végeztünk, 2 még hátra van. Ez a 2 szakasz
egészen Balkányig fogja biztosítani a jó minőségű közlekedést. Geszteréden az elmúlt 4 évben egyébként számos intézmény épületét felújították, többek között a polgármesteri hivatal és a helyi általános iskola is új külsőt kapott. A közeljövő legfontosabb beruházása pedig a szennyvízhálózat kiépítése lesz a községben. Hamarosan átadják Állós Emjén 160 millió forintból elkészült 2 csoportos bölcsődéjét, amely már ősz előtt fogadhatja a kisgyermekeket. A településen az óvodát is bővítenék, emellett útjavítás és egy új játszótér építése is a közeljövő tervei között szerepel. A legtöbb településen ilyenkor februárban fogadják el az önkormányzatok költségvetését. Állós Emjénben erre az elmúlt héten került sor. A képviselőtestület döntése értelmében idén 650 millió forintból gazdálkodhatnak a nagyközségben. Tervek már vannak, és mire költenék az összeget, mondta el a település vezetője 35 perc című műsorunkban. Közel 200 millió forintból betontörő és darálógépet, valamint egy ezt kiszolgáló láncos forgórakodót vásárolnak. Az ötlet onnan érkezett, hogy van egy Tisztítsuk meg az országot projekt is fut az országban, és ott azt tapasztaltuk, hogy a külterületen lévő mezőgazdasági utak mellett lévő fasorokban nem érdek betontörmeléket talál az ember. Ugye az elmúlt időszakban azért a pandémia alatt nagyon sok lakos felújított, és a felújítást követően az ott lévő sittet nem rendszer szinten törvényesen elszállította, hanem megpróbálta adott esetben kivinni, illetőleg az önkormányzat területén, intézményeinél, illetőleg beruházásainál is keletkeznek ilyen jellegű sittanyagok, tehát betontörmelékek, ezeket összedarálva adott esetben útalapként fogjuk tudni hasznosítani mi is, illetőleg több önkormányzat. A projekt keretében 3 ember bérét 5 évig vállalnia kell az önkormányzatnak, akár csak a gép amortizációs költségeit. Kállós Emjénben a nevelési intézmények terén is lesznek beruházások idén. Korszerűsítik az óvoda épületét és pályáztak a bővítésére is, egyre több gyermek születik ugyanis a településen. Egy tornaszobát is kialakítanának benne. Közben befejeződött a településen a bölcsöde építése, amelyet március közepén végén szeretnének átadni. Az eszközbeszerzéseink azok befejeződnek a napokban, illetőleg már nagyon sok eszközünk érkezett, némi terepmunka, és akkor tudunk egy szalagot átvágni végre. Hozzá kell tenni azt, hogy a kormányzati segítséggel sikerült ezt a bölcsödét felépítenünk, illetőleg berendeznünk 160 millió forintos bruttó összegben. Ez egy majd 900 négyzetméteres épületről van szó, tehát a mai építőanyagárakat, illetőleg építési költségeket, hogyha számításba vesszük, illetőleg visszaosztjuk, akkor egy elég kicsi szám fog kijönni, de mindösszességében az épületünk áll, és gyermekünk is van, tehát ebből kifolyólag már legalább egy csoport, több mint egy csoportnak a beindítását már biztosan tudjuk vállalni. Az intézmény akár már ősz előtt fogadhatja a kisgyermekeket. Már célja is van a 2022-re a nagyközségnek. Mária Pucsa közösen szeretnék összekötni a 2 település közötti kerékpárutakat. Terben van az önkormányzati temető fejlesztése, egy közterületi játszótér kialakítása, a hivatal átköltöztetése, valamint kül- és belterületi utak rendbetétele. A fiatalok szemléletformálását szolgálja a környezetvédelem ügyében egy határon átnyúló program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tavasszal több eseményt, többek között egy szemétszedő fesztivált és egy környezetvédelemről szóló vetélkedőt is lebonyolítanak általános iskolások között. A projektet az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség valósítja meg. A klímaváltozás felgyorsult, ezért a környezetvédelmi törekvések is egyre sürgetőbbé váltak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat is részt vesz a fenntarthatósági folyamatok megszervezésében. Csütörtökön egy konferencián mutatták be a Clean elnevezésű Szlovákiával közös projektet, amelyben főszerepet kap a gyermekek szemléletformálása.
Ez egyik legnagyobb kihívás, én úgy gondolom a 21. században a klímaváltozás, illetve az ehhez kapcsolódó hatások, illetve a környezetvédelmi feladataink, és hát természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata is ebben igyekszik jelen járni. Ezeket megfogalmaztunk már mind a területfejlesztési dokumentumainkban, és mind azokban a pályázatokban, amelyek kiírásra kerülnek majd az elkövetkezendőkben, tehát mi elsődlegesnek tartjuk azt, hogy erről mindig szó essen, minden fórumon, minden plénumon szó essen, és megjelenjenek azokban a dokumentumokban, amelyet akár mondjuk éppen itt az NRA rendezvényén, a pályázati programon belül, vagy akár a területfejlesztési dokumentumban megjelentünk. Ezért igyekszünk a partnereinket bevonni, minél több partner bevonni, civileket is, szakmai partnereket is, mert azt hiszem, hogy így tudunk egységesen és hatékonyan fellépni a környezetvédelmi kihívásokkal szemben. Önkéntes kezdeményezések évről évre vannak arra vonatkozólag, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön az utcákra. A Teszed akció keretében például rendszeresek a szemétszedések a közterületeken. A Clean projektnek is lesz ilyen jellegű eseménye. Az erdei tornapályán egy szemétszedő fesztivált rendeznek fiatalok számára. A megyeházán pedig általános iskolás gyermekek vesznek majd részt környezetvédelmi vetélkedőn. Tulajdonképpen itt jó gyakorlatokat igyekszünk kialakítani a partnereinkkel, és ezáltal a környezetre tudatosan hatni a környezetre, leginkább itt a környezetvédelem az, ami szempont. Rendezünk egyébként a projekt keretén belül, lesz majd egy környezetvédelmi fesztivál, lesz majd gyerekeknek tulajdonképpen játékos feladatokkal kapcsolatos rendezvényünk is, illetve a partnerekkel közösen próbálunk jó gyakorlatokat cserélni, tehát például workshopokat tartunk, illetve szakmai konferenciákat. Az Észak-Alföldi Regionális Energiaügynökség által szervezett eseményeken a legfőbb cél, hogy a fiatalok játékos formában tanulják meg a környezet tudatosság alapjait, és megismerkedjenek a megújuló energiaforrások jelentőségével. Ezekkel kapcsolatban is hallhatnak majd előadásokat a tavasz folyamán. Nem tudom, mi történt velem, így védekezett az a férfi, aki az elmúlt héten fényes nappal Nyíregyházán mutogatta a nemi szervét. A nyíregyházi járási ügyészség vádirata szerint a büntetlen előéletű nyugdíjas férfi február 16-án délben Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán sétált, és ennek során láthatóvá tette nemi szervét. Ezt látta egy arra közlekedő nő, aki telefonon értesítette a rendőrséget. A közeli kapitányságról kiérkező járőrök elfogták a férfit, előállították a rendőrségre. A férfi nem tudott magyarázatot adni tettére, de nem is tagadta azt. A nyomozók a szemtanú adatait zártan kezelték, a férfi nem ismerhette meg a nevét és az egyéb adatait. A szemérem sértés vétsége miatt a törvény szerint 2 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Ebben az ügyben az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság pénzbüntetésre ítélje a vádlottat. Az eljárás a nyíregyházi járás bíróságon folytatódik. Prózában és táncban meséltek magukról a Grecsó fivérek, az író Krisztián és a táncművész Zoltán a táncfarsangon szerdán. A családi anekdóták alapozzák meg az előadást, amelyet a tánc és a zene tesz valódi színházi élményé. Sosem voltam ügyes, se hajlékony, de ott ragadtam, mert már gyerekként sem tudtam feladni semmit. Muszáj volt csinálni, mert belekezdtem, mert évek feküdtek benne, mert az voltam én, amit csinálok. Azok a népdalok, azok a koreográfiák. Arról nem is beszélve, hogy kamaszként még rátölelhettem annak a lánynak a derekát, akinek már úgy szerettem volna átölelni, hogy majd belehaltam. Irodalom és tánc felelget egymásnak Grecsó Krisztián és öccse Grecsó Zoltán Többet magunkról című estjén. Minden előadás más, hiszen az író legtöbbször egy-egy új szöveget is beválogat a műsorba. A téma mindig ugyanaz, a család anekdotái, viharsarki származásuk. A sírva nevetős est ötlete is közös volt. Az az alapötlet, miszerint irodalom és zene, meg tánc dialógusa megvalósulhat, az viszont megmaradt. Ennek külön pikantériát ad, hogy az irodalomra érkező válasz az az öcsémtől jön, táncban többek között, most Rácz Réka az ő partnere. Tehát minden este teljesen más, vagy legalábbis alapjaiban más. Én is cserélek szövegeket is, és természetesen a zenei és táncos válasz az minden alkalommal más.
ami megszületik, ami a helyhez, a hangulathoz kötődő. És hát természetesen nem pantomim, tehát nem eljátsszák, hogy mit hallottak, hanem hogy mit okozott bennük. A dramaturgia különleges átmenetet jelent egy irodalmi est és egy zenés, táncos, színházi előadás között. Bár az író öccse már nem táncol társulatban, a közös produkció kedvéért mégis örömmel lép színpadra. Ez a produkció azért kedves nagyon a számomra, egyrészt, mert természetesen a testvéremmel csinálhatom, másrésztről meg engem mindig inspiráltak azok a helyzetek, ahol idomulni kell. Tehát, hogy van egy szöveg, és azokból csíphetem ki azokat a dolgokat, amik számomra, vagy amik bennem megmozdítanak valamit, és hogy azzal, amit kezdek, ennek a szabadsága, ez hihetetlenül nagy kihívás számomra. A különleges előadást Grecsó Zoltán és Rácz Réka tánca mellett György Andi és Kertész Endre improvizatív jazzzenéje varázsolja teljessé. Grecsó Krisztián hamarosan újra Nyíregyházára látogat. Március közepén legújabb regényének, a Valami népi című novelláskötetnek a bemutatójára várják majd az olvasókat. Nyolc versenyző mellett több tucatnyi tanuló igyekszik elsajátítani a tékvandó művészetét Nyíregyházán, a Kelet-Nyugat Harcművészeti és Önvédelmi Iskolában. A cél az, hogy az Egyesület olyan sportolókat neveljen, akik világversenyeken is képviselik a magyar színeket. Három és fél évvel ezelőtt kezdte meg működését Nyíregyházán az iskola az Amerikából hazatérő Bolega házaspár irányításával. Az olimpiai sportágat világszerte több mint 100 millióan űzik, idehaza pedig mintegy 5000-en versenyeznek. A Kelet-Nyugat Harcművészeti és Önvédelmi Iskolának is vannak már olyan képviselői, akik megmérettetik magukat az országos versenyeken. Nagyon jó tanulójaink vannak, tovább akarjuk oktatni a tanulókat. Most már van 8 versenyzőnk, akik járnak, kadétok, dzsuniák és felnőttek is, járunk Pestre edzeni, ebbe az évben szeretnénk egy nagyobb, kétszer akkor helyi iskolába költözni, több tanuló legyen, közelebb legyen a város központjához. Taekwondo az olimpiai sport, és behoztuk ide 3,5 éve, most már elég sok tanulónk van, hihetetlenül támogató, jó segítők és szülők vannak, és felnőtt tanulók. Ez nagyon sokat segít abban, hogy népszerűsítjük. Egyesület vagyunk, Nyíregyházi Taekwondo Sportklub, és ez is fölemelő, mert most már ugye tudunk többet behozni, tanítani, és megismertetni velük ezt a vibrant, gyönyörű koreai sportot, ami nagyon közel van a magyar harcművészet, a magyar történelemhez. A legutóbbi övvizsgán a színesöves tanulók adtak számot tudásukról. Bár az elmúlt évben a járvány miatt picit csökkent a jelenkezők száma, most is sokan vannak, akik számára vonzó a tékvandó. Kicsi korom óta nagyon szerettem volna valamilyen harcművészetet csinálni, és a tékvandó volt a legmegfelelőbb számomra, kezdve a nagymesterek magas oktatásával. Mint a nagymester elmondta, kortól és nemtől függetlenül bárki üzheti a sportágat, amely nem csak a fizikai, hanem a mentális állapot karbantartásában is hasznosnak bizonyul. Nálunk a családban először a gyerekek kezdték el ezt a sportágat, és aztán beszippantott engem is. És hát a gyerekek azon túl, hogy az iskolában nagyon sokat fejlődtek tőle, nekem is sokat segít a napi feszültséget levezetni. Az iskola még ebben az évben szeretne nagyobb terembe költözni. A távlati tervek között 20-25 versenyző és 10-15 oktató kinevelése szerepel, a tanulói létszámot pedig 150-200 fősre szeretnék növelni. A cél az, hogy az iskolának legyenek olyan versenyzői, akik olimpián, világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon képviselik majd a magyar színeket. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Két út megújult és egy új járda is épült Geszteréden. A fejlesztések a Magyar Falu programban, valamint belügyminisztériumi támogatásból valósultak meg összesen több mint 50 millió forint értékben. Hamarosan a település fő utcáját is teljesen felújítják. A Bökköny és Balkány közötti 49-01-es vonal két harmada már új burkolatot kapott.
650 millió forintból gazdálkodhat idén Kállósemjén. Hamarosan átadják a nagyközség 160 millió forintból elkészült két csoportos bölcsődéjét, amely már ősz előtt fogadhatja a kisgyermekeket. Jelenleg már az eszközbeszerzés zajlik. A településen az óvodát is bővítenék, emellett útjavítás, kerékpárút és játszótér építése, a hivatal átköltöztetése is a közeljövő tervei között szerepel. A fiatalok szemléletformálását szolgálja a környezetvédelem ügyében egy határon átnyúló program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tavasszal több eseményt, többek között egy szemétszedő fesztivált és egy környezetvédelemről szóló vetélkedőt is lebonyolítanak általános iskolások között. A projektet az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség valósítja meg. Február 24-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, péntek este is várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Éjjel nyugat felől hidegfront szakadozott felhő karja vonul át felettünk. A Tiszántúlon csak hajnalban vastagszik meg a felhőzet. Észak-keleten párrásság köd képződhet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és mínusz 2 fok között várható. Pénteken felhős idő lesz, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Csapadék nem valószínű, legfeljebb nyugaton fordulhat elő gyenge eső, észak-keleten egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 9 fok között várható.